Kedves hallgatóink, Önök a Csillagpont rádió adását hallják, ez itt az FM 94 MHz. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Március 8-a nőnap van, és a hölgy, akivel beszélgetek, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. Boldog nőnapot kívánok! Mit jelent egy nő számára ez a nap? Nagyon köszönöm a jó kívánságokat. Mi a nőnapot már megkezdtük tegnap Lilafüreden a Palotaszállóban. Egy női konferenciát szerveztünk. A határon inneni és túli női civil szervezeteket és vállalkozások képviselőt hívtuk meg, úgyhogy nekünk azt jelenti a nőnap, hogy elkezdődött egy párbeszéd a civil szervezetek között, és nagyon jó alkalmak nyíltak az esti vacsora folyamán arra, hogy a jövőben közösen szervezzünk meg rendezvényeket, képzéseket, esetleg szaktanácsadásokat, úgyhogy mi nem annyira az egy szál virágért ácsingózunk, hanem azért, hogy figyeljenek ránk az év minden napján a férfiak, és hogy mi is ott legyünk a döntéshozók között. Egy nő az sohasem csak egy nő, hanem egy nő az mindig anya is, egy családanya. Milyen szerepe van a társadalomban ma Magyarországon a nőknek? Az az igazság, hogy tényleg nem bármit csinálunk az élet bármely területén, tehát mindig oda kell figyelnünk a gyerekeinkre és a családunkra, hogy rendbe tartsuk a környezetünket, hogy legyen otthon mindig vacsora a gyerekeinknek, de azért mi is ott szeretnénk lenni az élet számos területén, és ahogy tegnap Orbán Balázs fogalmazott az előadásában, a 21. században egy nőnek trendinek kell lenni, tehát nagyon sok mindennek kell megfelelnünk, de úgy bírom, hogy a nőkben van elég kraft és elég strapabírók vagyunk, úgyhogy meg fogunk tudni felelni a 21. század kihívásainak, annál is inkább, mert most a digitális forradalom hatására annyi lehetőség megnyílik előttünk, egy gomnyomással felkerülünk a világhálóra, és úgyhogy mi is egyenlő esélyekkel tudunk ott ténykedni, mint a férfiak. Mi lehet ennek a konferenciának az utóélete? Ez egy hagyományteremtő konferencia sorozat, ez az első állomása, tehát tegnap kezdődött, és 9-én délben fejezzük be. Azért is szerveztem, vagy igyekeztünk háromnaposra szervezni, mert így nem mennek haza a hölgyek, kapnak egy kis hivatalos eltávozási engedélyt otthonról, és esténként ugye tudunk beszélgetni, vagy ebéd közben, vacsora közben. Tehát ez a kapcsolatteremtés, egymás alaposabb megismerése, és hát így fogjuk tudni a jövőben átadni egymásnak már a jó működő gyakorlatot. Hadd említsem meg, mert nem tudom, hogy itt volt-e tegnap, vagy hallott-e róla, de itt volt egy kislány, akinek az édesanyját már régebbről ismerem. Én nem is tudtam, hogy a kislány ilyen szépen énekel, de mama megkért, hogy esetleg mint képviselő tudom-e támogatni a következő máltai dalversenyen. És hát mondtam, hogy lesz egy ilyen női konferenciánk, mi azt szeretjük, ha nő a siker, és hát ha még növésben van, mert kislányról van szó, akkor jöjjön el hozzánk erre a konferenciára, el is énekelte, és nagyon a dalt, amivel készül, és tényleg gyönyörű hangja van, és megmutatkozott a női összefogás, és csodákra vagyunk képesek, mert egy perc alatt jelentkezett valaki, aki kifizeti a kislánynak a repülőjegyet, és a gyűjtés tovább folytatódik, és tehát 10-ig kell megadni a választ, hogy ki tud-e menni Máltára vagy sem. Hát az alapítvány is támogatja, hogy biztosan ki fog tudni menni Máltára a versenyre. Beszélgető társam itt a Lilafüredi Palotaszállóban, Sebestyén Márta énekes, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll. Engem az érdekel elsősorban, hogy nőként egy művészi pályán mennyire volt nehéz megállni a helyét, teljesíteni, vagy mennyire jelentett az éppenségi a könnyebbséget? Hát összehasonlítottan nagy előnyben vannak a férfiak, akik töretlenül folytathatnak ugye egy pályát, hogy az ugye gyermekek születése nem befolyásolja, mert azt, az asszony mindent ellát otthon, és ő folyamatosan folytathatja akár a kutatói, vagy az előadóművészi, vagy bármilyen pályáját. Tehát az asszony háttér nélkül egy férfi sem nagyon tud boldogulni, de tehát nem kell leállnia például egy olyan szakaszban, amikor egy asszony nyilvánvalóan, hogyha kisbabája születik, akkor az az első és legfontosabb teendője, és akkor nem tud foglalkozni a valamivel egyébként. Szóval borzasztó sokat segített édesanyám, nélküle nem is tudom tényleg, hogy hogyan tudtam volna ezt a két fiamat ilyen 20 évesre felnevelni, mert ezt a pályát tényleg nem lehet csak komoly segítséggel és
szeretettel és háttérrel támogatatva végezni. Úgy alakult az életem, hogy elég korán elváltam, úgyhogy a két gyerekemmel magamra maradtam, és egyedülálló anyaként pedig végképp hát esélyem se lett volna, hogy tudok utazgatni, és tudom csinálni a sok koncertet, és kurzust, és tanítást, és mindenfélét. Úgyhogy édesanyámnak óriási hálával tartozom. Ő maga is megtapasztalta azt, hogyha nem elfoglalt pedagógus anya lett volna, hanem ugye kap hozzá támogatást, hogy ő maga is kiteljesedhessen, akkor pontosan ő, mint Kodály növendék, sokkal többet tehetett volna a nagyvilágban utazva, ő is terjeszte ezt. Így megmaradt neki a hazai pálya és a tanítás, amit ő semmiért sem adna, valamint az unokák szeretetét és azt a lehetőséget, hogy ahogy ő fogalmazta, megadja nekünk most, amit talán kicsikorunkban nem tudott annyira, a már említett okokból elfoglalt pedagógus, az ugye az iskolában van sokáig, és csak este jut hozzá a saját gyerekeihez. Tehát a nőknek mindig mindenből valahogy, nem tudom, a nehezebb része jut, lehet, hogy nem jól gondolom, de úgy érzem, hogy egyrészt dupla munka, hiszen otthon is teljesíteni kell, plusz ugye a választott hivatásban is van egy mérce. A sok utazással járó pályának viszont tényleg ott a férfiaknak áll a zászló, mert ők zavartalan utazgathatnak, és otthon meg a család élet, és minden szépen megy a maga a kerékvágásán. Erre szokták mondani, hogy egy sikeres férfi mögött egy sikeres nő áll, de akkor ki áll egy sikeres nő háta mögött? Hát, amint mondtam, tehát ez a biztos családi háttér és az otthon melege, azt nálunk tényleg az édesanyámnak köszönhetem, hiszen így különösen ezzel a változással, hogy még a két kisgyerekkel egyedül maradtam, tulajdonképpen én lettem a család fenntartó, ami az anyagi részét illeti. Viszont aki ténylegesen biztosítja fizikailag naponta az otthon melegét, a biztonságát, a konyhát, a főzést, az édesanyám volt 100%-ig. És rá vakon bízhattam a gyerekeket, tehát a gyerekek nagyon-nagyon tisztelték és szerették a mamát, sőt, őtőle tartottak is, hiszen ő egy ízigvéri pedagógus, aki következetes, elvárásai vannak, ellenőriz, tehát ott mese nem volt, úgyhogy ezért gyerekek sokszor mondták, hogy anya, ezt nehogy elmond a mamának. Hát a mama szigora és végtelen szeretete, és nyilvánvalóan az én gyengédebb és megengedőbb szeretetem, ez az, ami ugye a két gyereknek nagyon-nagyon fontos volt, és mind a mai napig nagyon fontos. Egy nő számára fontos ez a mai nap, a március 8-a a nőnap? Hát ugye én olyan korú vagyok, aki még nagyon jól emlékszik a rendszerváltás előtti marhajók és szocialista ilyen nőnapokra, a vörös szegfűkre, meg a vállalati ünnepségekre. Úgy emlékszem, hogy majdnem minden nőnapot ott töltöttem valamilyen vállalatnak az ünnepségén, ahol meghívottként nekem kellett a többi nőt szórakoztatni, úgyhogy ez volt az én nőnapom, és aztán megkaptam az én kis vörös szekfümet szintén. Úgyhogy hát én azt gondolom, mint a legtöbb egy napra szorított ünnepről is, hogy hát azért jó lenne, hogyha az év minden napjára, vagy több napra is jutna annyi figyelem, mint egy napon csápolni a nőknek. Figyeljünk oda, becsüljük meg egymást, férfiak a nőket, nők a férfiakat, gyerek a szüleit, szülők a gyereket, és úgy általában. Persze hát azért az jó dolog, hogyha van, de nálunk egyébként a testvérem Zoltán, ez elsősorban Zoltán nap volt, úgyhogy majd meg fogom húzni a fülét, ha hazamentem. Itt ez a mostani konferencia ugye egy kezdeményezés. Első alkalommal gyűltek össze zömében nők, hogy beszéljenek arról, hogy ma, 2017-ben, Európában, Magyarországon milyen a nők helyzete? Ön ezt hogy látja? Milyennek a mostani konferenciának a tanúsága? Én egy kicsit megrettentem, amikor egy felkérést kaptam, hogy legyek felszólaló, tehát hogy előadó. És akkor nem is értettem először, hogy ja, szóval, hogy énekeljek? Hát azt is lehet, de hogy beszéljek erről a témáról. És akkor kezdtem el gondolkodni, hogy tulajdonképpen, hát én is nő vagyok. Tehát egy konferencia nyilván volna mondani valóm, csak ez soha nem merült fel bennem, mert a mindennapokban az embert elsodorják a saját női feladatai, teendői, azon kívül pedig a tevékenységem. Tehát én nem érek rá ilyeneken így meditálni. De nagyon-nagyon érdekes dolgokat hallok itt. Olyan sok gondolatébresztőt, és szerintem nagyon jó dolog ez, hogyha ennek hagyománya lesz, mert úgy tudom, hogy ez egy jövőben is megrendezésre kerülő esemény. Összejönnek különböző szervezetek képviselői, különböző vidékekről, most éppen kedves kárpátai lányok mellett ülök, de már megkerestek a vajdaságiak is. Olyan sokféle szempontból kellene átgondolni dolgokat, hogy ez kiváló alkalom rá, és gyönyörű helyszín. Isten adta helyszín, úgyhogy én már alig várom a következő konferenciát.
Az ön életében a zene az ugye mindig meghatározó szerepet játszott. Mégis mit csinál egy énekesnő, amikor nem zenél, nem énekel, nem zenét hallgat? Mi az, amiben el tud merülni, ami kikapcsolja, ami megnyugtatja? Tehát tulajdonképpen mondhatom azért, hogy 24 órában a zene ott van, mert mikor nem énekelek, akkor is az én lelkem, a szívem, a fejem, az csordultig van zenékkel, és én ha ránézek akár egy szép tájra is, az megszólal bennem. Tehát nem minden zenében fogalmazódik meg. A mondani valóm is, azért is ijedtem meg egy kicsit, hogy most miért kell itt nekem beszélni, hiszen én mindent elénekelek, amiről véleményem van. De igazából ez nyilván egy genetikai adottság, és ez a fajta fogékonyság, és már magzatkorban, ugye édesanyám révén, aki akkor volt zeneakadémista és Kodály növendékén, én extra mennyiséget kaphattam zenei élményből. Tehát az biztos, hogy elsősorban zene az, ha énekelek, ha nem, a zene az mindig ott van. Akár úgy is, hogy én magam hallgatok valami csodálatos zenét, ami nagyon-nagyon feltöltés, és aminek az öröméről nem tudok lemondani. Az utazások, az újabb élmények, újabb kulturális információk, és a táj élvezete. Nagyon szeretek kirándulni. Most szomorkásan nézem, hogy most el kell mennem délbe, pedig el tudnám magam képzelni. Itt most még több napig a környéknek gyönyörűek az adottságai, úgyhogy szívből irigylem a hölgyeket, akik itt maradnak a konferencia végéig, én pedig majd igyekszem, hogy hamarabb visszatérhessek Lillafüredre és környékére, amely hát nagy kedvenc, mondhatom. És nagyon sok szép fellépés színhelye is a környék, itt Diósgyőri vár is, és egyáltalán Miskolc a maga egyetemi ifjúságával, úgyhogy fölidézi az ilyen ifjú éveimet is. Köszönjük szépen, boldog nőnapot kívánunk. Kedves hallgatóink, a Csillag.rádióban az elmúlt percekben Sebestyén Mártát hallották.